bátorság. Indulj, meg ne torpadj. Ne kérdezd, hogy a célod hol van. Kösd könnyű kendőt. Kösd sarut. Ki tudja, meddig visz az út. Ha minden lépés élvezet, tán mindegy is hová vezet. Csak léleges, csak lépj, és ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Vidd, ami kell. A kevés elég. A tűz, a föld, a víz, az ég. Aki ismeri önmagát, útvesztőiből is égre lát. Nem baj, ha körbe-körbe jársz. Aki vár, úgy is rátalálsz. Úgy is rátalál, aki vár. Az út kinyit, a pont bezár. A labirintus közepe csalogat, csábít befele. Puha, fészek meleg, sötét. Ki kit talál meg, az a tét. Indulj, a többit rád hagyom. A táska leng a válladon. Az ellensúlyról énekel, miközben lelked égre kell. Itt tart a földön, el ne szállj. Vedd, vidd, vidulj, menj, meg ne állj. Ha messze jut, ha visszafut, mindig magadhoz visz az út. Szabó T. Anna Útravaló című versével Kaszás Klementina 12. A-osztályos tanuló buzdította társait. Tisztelettel felkérem Papné Fülöp Ildikó igazgatónőt, köszöntse kedves vendégeinket és a végzős diákokat. Kedves ünneplők, kedves ünnepeltek, tisztelt vendégeink! A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki, fogalmazta meg Friedrich Nietzsche. Tudom, hogy nem csak mi csihás oktatók, de minden megjelent vendégünk örömmel van itt a színpadon ünneplő ruháinkba, feszengve álló végzőseink szalagavatóján, amit most, a másfél éve minket körülvevő helyzetben még egyfajta művészetnek is lehet nevezni szervezési szempontból. De mindannyian vártuk, és eljött ez a nap, amikor a 3 vagy 4 évvel ezelőtt tanulmányaikat az intézmény megújult falai között megkezdő fiatalok megkapják a kezdetet és a véget jelző évszámokkal meghímzett szalagokat. A feltűzés egy határkő, mert innentől elindulnak azon az úton, ahol a szalag lesz örök jelképévé diák és osztályfőnök bensőséges emberi kapcsolatának. Az együtt és egymás mellett eltöltött évek alatt ők kölcsönösen megtanították egymásnak, hogy megfelelő emberekkel a legnehezebb nap is könnyű, rossz társakkal viszont a legegyszerűbb feladat is csak kínlódás. Szeretném, ha a szalag, amit az elkövetkező hónapokban viselnek majd, mindig emlékeztetné őket arra, hogyha hagyták, mi ezerszer is közelebb vittük őket céljaikhoz, mert mi már láttuk bennük a feladatra megfelelő embert. Kedves végzős diákok! Lassan véget érnek a középiskolás évek, és mindenki egyfajta válaszút elé kerül. Talán magadnak sem vallod még be, de vannak pillanatok, amikor azt veszed észre, hogy már megint az elmúlt dolgokon rágódsz, vagy éppen a távoli jövőd miatt aggódsz. Ilyenkor gondolj arra, hogy te pontosan ott vagy, ahol most lenned kell. Ellen Cohen inspiráló gondolatát mindig tartsátok szem előtt. Az, hogy milyen jövőre számítasz, a múlttal kapcsolatos gondolataidból fakad. A jövőd olyan lesz, mint a múltad, ha továbbra is olyanok a gondolataid, mint amelyek a múltadat teremtették. Ha megváltoztatod a gondolataidat a múltról, akkor megváltoznak a gondolataid a jövőről is, és ezzel jobb jövőt teremtesz. A jövőd egy történet, amelyet te teremtettél, akárcsak a múltad. Az iskola biztonságos rendszeréből nem soká kilépsz a folyamatosan megújuló életbe. De vigyázz! A világ nem körülötted forog, nem érted van, nem a te kívánságaidat lesi, és ezt ne vedd zokon. Legyél nyitott az új dolgokra. Találj célt magadnak, válts útirányt, ha az megnyugtat, de a legfontosabb, hogy bízz önmagadba.
Önbizalommal már akkor nyelsz, amikor még el sem indultál. Kedves szülők, gondviselők, szeresd a gyermeket. A gyermek fénysugár, közöttünk itt alant mindig ragyogva jár. Mikor szomorkodol, szemed közé nevet, ha bűnre bűnt nyom is, ő akkor is szeret. Szívednek mélyéből kicsalja a borút, fejedre rózsákból vígan font koszorút. Ne érje gond soha, királt hajnalderét, töröld le könnyedén a gyermek könnyeit. Pósa Lajos soraival kívánom, hogy sokáig erőben, egészségben és boldogságban legyenek ott gyermekeik mögött támaszként. Egyben köszönöm, hogy megbíztak bennünket a sikerek felé induló fiatal életének formálásával. Tisztelt vendégeink! Ez a nap legyen az önfelett ünneplésé. Az én dolgom sem lehet más, mint hogy gratuláljak minden diáknak, aki eljutott idáig, hogy megkaphatja a maga szalagját, minden szülőnek, gondviselőnek, aki támogatást adott ehhez, minden osztályfőnöknek, aki odafigyeléssel vigyázta, egyengette diákjai útját, az oktatótestületnek, akik tudásukat és munkaszeretetüket adták át nekik, és a szakképzőintézmény egészének, hogy keretet biztosított mindehhez. Kedves végzősök! Nektek pedig kívánok sikeres érettségi és szakmai vizsgát, céltudatos pályaválasztást és boldog felnőtt éveket. Remélem, élni fogtok az itt megkapott lehetőséggel, és sikerre viszitek mindazt a jót, amit átadtunk a számotokra. Az alábbi közmondással engedlek tovább benneteket a felnőtté válás útján. Legyen előtted mindig út, fújjon mindig hátad mögül a szél, az eső puhán essen földjeidre, a nap melegen süsse arcodat, s amíg újra találkozunk, hordjon tenyerén az Isten. Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Kedves végzősök, Vörös Sándor előbbi gondolatait szeretném én is átnyújtani útravalóul nektek ma este, amikor elérkeztetek életetek első, igazi, méltóság teljes ünnepéhez. Hiszen mit is jelent szalaggal felavatott végzős diákká lenni? Kötelezettséget és vállalást. A szalag ugyanis jelzi azt az iskolát, amely útjára bocsátja hamarosan az általa nevelt diákokat. A rajta lévő 2 évszám pedig emlékeztet benneteket az itt töltött 3-4 évre, melynek meghatározó pillanatait reméljük nem felejtitek el. Ahogyan szívesen emlékezik vissza azokra, Gulyás Szabolcs egyik társatok is a következő pillanatokban. Hallgassuk őt szeretettel. Tisztelt igazgatónő, tisztelt tanáraink, kedves vendégeink és diáktársaink! Nagy örömömre szolgál, hogy elfogadták meghívásunkat rendhagyó, mégis hagyományőrző szalagavató ünnepségünkre. Van egy vicc, amelyiknek az a csattanója, hogy pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. Na már most valahogy én is így vagyok ezzel a beszéddel. Abban a pillanatban jó ötletnek tűnt elvállalni. Aztán később már nem is volt az. Tucatszor nekiültem, gépeltem és töröltem, mert valahogy sosem sikerült azt kifejeznem, amit igazán szerettem volna. Benne van az emberben, hogy újat s jobbat szeretne mondani, mint az előtte szólók, aztán ezekből az erőlködésekből lesznek a legsablonosabb mondatok. Már miért is ne lennék sablonos? Hiszen ugyanaz történik, mint minden évben. Egy évfolyam lassan kirepül az iskola falai közül, de előtte még kap egy kék szalagot, táncol és énekel, majd leérettségizik és búcsút mond az iskolának. Ez az év annyiban más, hogy most mi állunk a színpadon. El sem hiszem, hogy végre itt lehetek. Kedves végzőseink! Szinte úgy emlékszem az első napra, amikor beléptem az iskolába, mintha tegnap történt volna. Hihetetlen, hogy ilyen gyorsan elrepült az idő.
Kedves tanáraink, most önökhöz szólok. Köszönjük a rengeteg tudást és türelmet, amit kaptunk. Önök bátorítottak minket arra, hogy soha ne adjuk fel az álmainkat, és arra, hogy soha nem szabad megfutamodni, még ha a másik út egyszerűbbnek tűnik is. Legtöbbet osztályfőnökeink bajlódtak velünk, mint például Berkes Ildikó tanárnő, aki a tesi szertárban próbálta megoldani a lányok közötti összetűzéseket. Ezúttal szívből köszönünk mindent osztályfőnökeinknek és tanárainknak egyaránt. Tudjuk, hogy a neheze még csak most kezdődik. Kérjük önöket, minden erejükkel segítsenek megtenni az érettségihez és szakmai vizsgához vezető utolsó lépéseket. S ha majd mindezen túlléptünk, együtt hátradőlhetünk és pihenhetünk. Kedves, értünk aggódó szüleink! Nélkületek most nem lehetnénk itt. Köszönjük, hogy mindig mellettünk álltatok. Kérünk benneteket, hogy továbbra se hagyjatok magunkra az utunk során. És végezetül ti, akik a színpadon álltok, még hozzátok szeretnék szólni pár szót. Valamikor régen úgy léptük át iskolán kapuját, hogy szinte idegenek voltunk egymásnak. Mára pedig már teljes kis csapattá kovácsolódtunk össze. Az iskolai és osztályprogramok is közelebb hoztak minket. Közeleg az érettségi és a szakmai vizsga. Gondolom, hogy még nem igazán foglalkozunk ezzel a gondolattal, hiszen van még időnk bőven, nem igaz? Hiányozni fog a kedves büfénk, ahol hosszú sorokat álltunk azért a bizonyos mindenes és rántott húsos szendvicsért. Hiányozni fognak az iskolai rendezvények, mint például a csihanap, az éjszakai röplabda vagy a sulibuli. A mai nap történelmi, mert végre a mi évfolyamunk is megkapja a kis kék szalagot. Megkérem Papné Fülöp Ildikó igazgatónőt, tűzze fel a szalagot a végzős osztályok osztályfőnökeinek. Először a 12. A osztály főnökének, Berkes Ildikó tanárnőnek. A 11. A osztály főnökének, Ötvösné Kéki Piroska tanárnőnek. F. osztály főnökének, Balla Tamás tanár úrnak. Most megkérem Berkes Ildikó tanárnőt, hogy tűzze fel a szalagot osztálya tanulóinak. Kis Richard. Dobány Gergő. Kónya Gábor.
Kónya Norbert. Földes Róbert. Vancsik Imre. Varga János. Boda Sándor. Barna Patrik. Berkes Barbara. Balog Antónia. Gacsó Krisztina. Kéki Janka. Lukás Dorka. Fodor Beatrix. Kaszás Klementina. Dihen Evelin. Martinek Melanie. Polinszki Roland. Szilágyi Zoltán.
Mester Imre. Pap Szabolcs. Nyakó Sándor. Gulyás Szabolcs. Szólát Szabolcs. Megkérem, Ötvösné Kéki Piroska tanárnőt, hogy tűzze fel a szalagot a 11. E osztály tanulóinak. Urbán Bence. Varga Dániel. Csengeri Norbert. Nagy Zoltán. Szabó Bence Miklós.
Kéki Sándor. Szatmária Henrietta Erzsébet. Jóna Anikó. Mónus Anna. Hajdú Zsuzsanna Regina. Tóth Ákos. Szűcs Dávid. Muraközi Máté. Erdei Márk. Gyulai Bálint. Sebessény Zsolt. Mikó Tamás Zsolt. Megkérem Balla Tamás tanár urat, hogy tűzze fel a szalagot osztálya tanulóinak. Rostás Patrik Sándor. Daniel.
Horváth Roland Antal. Szelecki Krisztián. Dobos József. Ungvári Anna Mária Alexandra. Császár István Sándor. Burján Renátó. Lakatos Dávid. Szikszai Csaba. Mária Magdolna. Továbbiakban egy immár 19 éve tartó hagyományt folytatunk. Iskolánk névadójának a fia, Csiha Tamás úr a felesége kezdeményezésére 2002-ben megalapította a Csiha díjat, melyet évente iskolánk egyik dolgozója, valamint egy szakképzőiskolában és egy technikai képzésben tanuló diák vehet át kiemelkedő teljesítménye jutalmául. Sajnos ennek a tanévnek egy tragikus mozzanata, hogy névadónk fia, a díj megalapítója júniusban elhunyt. Kérem Önöket, hogy tisztelegjünk emléke előtt egy perces néma felállással.
Köszönöm. Megkérem papné Fülöp Ildikó igazgatónőt és Harangi Zsolt igazgatóhelyettes urat, hogy fáradjanak fel a színpadra a díjak átadásához. Kedves végzős diákok, kartársak, kedves vendégeink! A Csihadi felnőtt kategóriájának 2021. évi nyertese őshonos Csihás. Ez azt jelenti, hogy az iskolánkban tanult, mint középiskolás, majd a diploma megszerzése után csatlakozott intézményünk pedagógus közösségéhez. Hosszú évek alatt jól megismertük, így talán nem elhamarkodott vélemény róla, hogy ő bizony egy megosztó személyiség. Na nem a vélemények osztanak meg róla, hanem ő osztja meg a tudását és tapasztalatait nem csak a tanulókkal, hanem velünk, kollégákkal és bárkivel, aki erre kéri. Nem tudok példát arra, hogy nemet mondott volna bárkinek, aki hozzáfordult szakmai vagy egyéb segítségért. Pedig az iskolában betöltött funkciói és vállalt feladatai jóval túlmutatnak egy átlagos munkaköri leíráson. Miután a Debreceni Egyetemen 2002-ben programozó matematikusi diplomát szerzett, informatika tanárként kezdte meg pedagógiai pályafutását, az akkor éppen közép és szakképző intézményként szereplő intézményünkben. Az informatikai oktatása mellett osztályfőnökként féltő gonddal navigálta a diákjait a szakmai vagy érettségi vizsgák felé. 2010-től tevékenykedik közmegelégerésre a diák önkormányzatot segítő tanárként, és ebben a minőségében szervezi az iskolai rendezvények döntő többségét. Később az iskolán képviseletében bekapcsolódott a Kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében nevű programba, amelynek keretében a környező országok magyar nyelvű szakképzőintézményeinek diákjai ismerik meg egymás képzési rendszerét és a mindennapokat. A fent leírt szakmai munka mellett cseppet sem mellékesen a kollégánk példás szülő is, és egy serdülő leány és egy óvodás fiú édesapja. Hölgyeim és uraim, a Csihadi idei nyertese Csuka László kollégám. Kérem, hogy fáradjon fel a színpadra. A technikumi képzésben résztvevő tanulók közül 2021-ben Gubcsó Tamásnak ítélte oda a kuratórium a Csihadíjat. Gubcsó Tamás 2017-ben kezdte meg tanulmányait intézményünkben gépészeti ágazaton. A természettudományok választott szakmája és iskolája iránti szeretetét hadigazolják az ő szavai. A gépészetben legjobban a tervezés érdekel, hiszen mindig szerettem rajzolni és szerkeszteni. A Csihában még nagyobb élvezetté vált számomra a tervezés akkor, mikor megismerkedtem a 3D-s nyomtatással. De robotika és fizika szakkörre is járok, melyeken nagyon jó hangulatban és hasznosan telik az idő.
Tamás be is bizonyította, hogy a szakkörökön szerzett tudását képes eredményesen alkalmazni a gyakorlatban. Ez bizonyítja, hogy csapatával 5. helyezést ért el Budapesten rendezett 3D-s országos hídépítő versenyen. A 2020-2021-es tanévben jelentkezett az ÁSZÉV versenyre, melyen ágazati és ágazaton belüli specializációs szakmai érettségi vizsgatárgyak megmérettetésén belül a gépgyártás technológiai ismeretek terület országos döntőjén 27. helyezést ért el. Gubcsó Tamás részese az iskola pályaorientációs tevékenységének is, mivel több iskolázási rendezvényen képviselte már a Csihát. De Hajdunálás életébe szintén aktívan bekapcsolódik, hisz a Kendereskert szakképesített túravezetőjeként szívesen mutatta meg a város ezen értékeit az érkező idegeneknek. A természeti értékek iránti rajongásával szembesülhetünk a világhálón megjelenő csodálatos, növénykülönlegességeit csodálva. Megkérem Gubcsó Tamást, hogy fáradjon fel a színpadra a díj átvételéhez. Szakközépiskolai kategóriában a Csiha díjat Tóth Anitának ítélte oda a kuratórium. Tóth Anita tanulmányait 3 évvel ezelőtt a 9. F-osztályban kezdte el, mint eladószakos tanuló. Szorgalma, szakma iránti alázata már az első hetekben megmutatkozott. Közösségi emberként szívesen vállalt részt az iskolai rendezvények előkészületeiben is. Az évek alatt egyik versenye követte a másikat. 2019-ben az Országos Tudományos Diákkonferencián mutatkozott be, ahol társával a Martinek farmot mutatták be. Abszolút kategóriában első helyezést értek el. 2020-ban a Nánási Portréka, mi így szeretjük elnevezésű versenyen társával ugyancsak az első helyen végeztek. Ugyanebben az évben az iskola 3 fős csapatát erősítette az Innováció a Fogyasztóvédelembe című versenyben. Csapatmunkájukkal sikerül bejutniuk az országos döntőbe, ahol a 16. helyen végeztek. 2021-ben újra elindult párosban az Országos Tudományos Diákkonferencián, ahol maguk mögé utasították a többieket, és újra az első helyezést hozták el abszolút kategóriában. Szakmai vizsgáját követően folytatta tanulmányait, jelenleg a 12. E-osztály tagjaként célja az érettségi megszerzése. Megkérem Tóth Anitát, hogy fáradjon fel a színpadra a díj átvételéhez. Kedves vendégeink! Ezeket a felemelő pillanatokat követően táncokkal, dalokkal folytatjuk műsorunkat. Elsőnként a Csiha díjasok és a végzős diákok tiszteletére az Aranyszalma Néptánc Együttes táncosai mutatják be produkciójukat. Thank you.
12. A osztály tagjai a Magna Cum Laude együttes Vidéki Sanzon című számát éneklik el. Reméljük, hogy a dal refrénje irányadó lesz számukra hátralévő életükben, és nem felejtik, hogy honnan indultak. Hallgassuk őket szeretettel! Na, 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 na. Na 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 na. Ezelőtt érkeztem, és azt mondták, hogy ez az a hely, ahol mindent sikerült megnéznem. Köszi, de sajnos nem mehetek, mert a főnököm az az Isten, kinek szárnya van, de ereje nincsen, hogy egy kicsikét legalább megverne. Majd lassan utána engedne, mert hirtelen kinyílt a föld alattam, te eltűntél, én meg itt maradtam. Hát evezz a part felé még párat, ha a világ fordít neked hátat. S a utat egyszer a végéhez ír, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Harapok egyet a lángosba, a szekér hátra.
11. E-osztály, a Halott Pénzegyüttes Élnünk kellett volna című számát énekli, és reméljük, hogy ez a feltételes mód és múltidő a jövőben kijelentő móddá és jelen idővé válik. Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha, hogy lennél a máshol, hogy lennél a mással. Valakit csak felhív, hogy menjünk együtt, gyere menjünk el, valahogy együtt, csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mával. Majd holnap kiderül. Ha kérdezik, hogy értem-e, mit mondjak majd, mit mondjak majd. Ha kérdezik, hogy értem-e, majd azt mondok, hogy élnünk kellett volna, mi élünk. Élnünk kellett volna, mi kettedik A-osztályos lányok és fiúk egy klasszikus tánc bemutatására vállalkoztak, mert úgy érezték, hogy ez a méltó szalagtűző ünnepségük hangulatához. Ennek a keringőnek a fülbemászó dallama örökre emlék maradt számukra. A táncot Pallai Zsolt tanította be. Once upon
Hagyományainkhoz híven a végzős osztálya közös produkciója zárja ünnepségünket. Mostani éneklésük legyen egy foszlánya későbbi ábrándjaiknak, amelyekben életük ezen szakaszát idézik vissza.
Mindig el.